Sziasztok, én Margó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol egy hétvégi vlogot láthattok tőlem. Nem vagyok benne biztos, hogy egy vagy két napot fog magába foglalni ez a videó, viszont arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mostanában, hogy megpróbálom összeszedni a gondolataimat, a teendőimet, és tényleg a legjobban beosztani az időmet, mivel is telik egy hétvégém. Mondhatnám, hogy reggel van, de hazudnék, úgyhogy nem teszem. Jelenleg 1 óra van, 9:30 környékén keltünk fel. Mostanában a hétvégék azok, amikor tényleg kicsit tovább alszunk, ugyanis nagyon felnőttesen és nagyon meggondoltan minden hétköznap 6 órakor kelek, Bence meg olyan 7-kor körülbelül. Ma én 9-kor keltem, Bence pedig 10-kor, megcsináltam a reggelit, amiről ide bevágok nektek egy képet, de akkor még nem videóztam, mert nem voltam kameraképes állapotban. Nem mint hogyha most egyébként sokkal jobban néznék ki, de így telnek a hétvégéim no make-up-ba legtöbb esetben, és kicsit zsíros hajjal, kicsit copba kötve, de a lényeget úgy is értitek. A konyhát kicsit rendbe raktam a reggeli készítés után, viszont nem sok időm van, amíg újra kaját kell csinálnom, valami ebédféleséget, de mindenképpen szeretnék elmenni Safis boltba, ugyanis elkezdtünk diétázni, de nem ilyen konkrét diéta-diéta, hanem egy kis életmódváltásba próbálkozunk. És azt beszéltük meg Bencével, hogy hétvégén lesz olyan kaja, nem minden, de lesz olyan kaja, amit Safis cuccokból fogok megcsinálni, valami kis sütike, valami kis, nem tudom, tésztás kaja, vagy valami ilyesmi, viszont ezeket nem fogjuk minden hétköznap enni. Tudom, hogy tök szuperül lehet fogyni azokkal a kajákkal is, és egy nagyon jó életmód. Na mindegy, erről egy másik videóban majd beszélek nektek, mert tervezek ilyen kajával kapcsolatos videót is csinálni. Viszont ez most nem az a videó, és nagyon-nagyon pörög az idő, úgyhogy most gyorsan felöltözök, mert még a kis pizsikémbe vagyok, mert hétvége van, hát persze. És utána elmegyek gyorsan tankolni, és megyünk is a Safis boltba, és egyébként, hogyha megkérdeznétek, nem. Semmiféle szponzoráció, semmiféle ingyen kapott cucc. Megyek, és szépen megvásárolom azokat a termékeket, amit szeretnék megvenni. Egyébként az Eteletérre fogok menni, mert az van hozzánk a legközelebb, tehát logikus, hogy oda megyek. Úgyhogy induljunk, és menet közben jelentkezek. Megérkeztem, leparkoltam, egy mókás út volt. Nem mutattam nektek, de lefagyott az egész kocsim, tehát most oké, nagyon drámai vagyok, tél van, le tud fagyni a kocsi, oké, de tudjátok, amikor ilyen nagyon-nagyon szörnyű ónos eső van, és így konkrétan az egész kocsin egy ilyen pár milli vastag jégréteg van, mire az leolvad, és el tudsz indulni. Nagyon nem szeretem a telet. Rebeka az nyári gyerek, úgyhogy nem, nagyon nem szereti a telet. Na mindegy, de megérkeztem, leparkoltam. Ti most nem jöttök be velem, viszont vagy itt a kocsiba, attól függ mennyi mindent veszek, vagy otthon, meg fogom nektek mutatni, hogy miket gyűjtöttem össze. Hoppá. Úgyhogy vásároljunk egy kicsit. És már meg is érkeztem, és egyébként tényleg ennyi volt, mint amennyit ti láttatok belőle. Nagyon gyorsan megjártam. Nem voltak annyira sokan, és tudtam is, hogy mit szeretnék venni. Mindent sikerült venni, és igazából még egy olyan valamit is sikerült, amit nem akartam. Nem jó a kijelentés, nagyon régóta szerettem volna, viszont eddig nem tudtam rávenni magam, hogy megvegyem. Most összeszedtem minden erőmet, és megvettem. Otthon megmutatom, hogy miről van szó, viszont ezt akarom nektek megmutatni, hogy az ilyen ízékre rá vagyok függve, ilyen nasikra. Teljesen vegán, tehát alapvetően mindenmentes, és általában ilyennel szoktam helyettesíteni a 10 óraikat, vagy az uzsonnákat, amikor tudjátok, így vagy vágok, és egyszerűen nincsen energiám se felkelni, hogy kaját csináljak, meg időm se, vagy autóba vagyok, és akkor csak gyorsan ezt megeszem. 100 g-ban lenne 457 kalória, és ez 40 g-os, tehát igazából kalóriailag se durva, meg néha belefér, nem? Tehát úgyhogy amíg hazaérek, addig ezt el fogom rákcsálni, és otthon megmutatom, hogy miket vettem, és csinálok ebédet is, tehát ti is csináltok velem ebédet. Kicsit összeszedem magam, egy nagyon pici sminket lehet, hogy felteszek az arcomra, mert annyira tetszik ez az outfit, hogy lehet, hogy egy képet kellene lőni benne, és utána megyünk az IKEA-ba.
Persze, hogy megyünk az IKEA-ba, ne vicceljetek, folyamatosan IKEA-ba járunk, úgyhogy muszáj most is IKEA-ba menni, mert eljön az idő, hogy megcsináljam magamnak a tökéletes make-up sarkot. A hálószobánkban lesz egy icipici kis részecske, ahol az én sminkes birodalmam lesz. Majd megmutatom, hogy hogy néz ki. Az egyik oldalt az én sminkes asztalkám lesz, másik oldalt pedig Bencének a számítógépe és a mindenféle cuccai. Úgyhogy ez lesz a mai program, hogy megvesszük az asztalt, összeszerelem, és jöttök velem, és egy következő videóban pedig lesz egy kis... Ez hogy? Hogy hívják ezt egyébként? Vanity. De a Vanity-t hogy hívják magyarul? Mindegy, tehát ilyen kis sminkes sarok túrt fogok nektek csinálni. Mostanában úgy érzem, hogy a legjobb elfoglaltságom egyébként, hogy égessem magam az interneten, és a vlogokban olyan vállalhatatlanul béna vagyok, hogy de mindegy, igazából is ilyen vagyok, úgyhogy a vlogokban se fogok másképp viselkedni. Na mindegy, mindegy, ezt számolni fogjuk. És akkor szerintem legyen ez a végszó, és induljunk is el haza, és otthon folytassuk tovább a teendőinket. Összekaptuk magunkat, és már csak órák kérdése, hogy mikor tudunk elindulni az IKEA-ba. Bence nagyon le van engedve. Oh, hey! Jaj, ezt vegyük újra, ne vágd be, Réci. Vettem nekünk egy ilyen poharat. És mit iszunk belőle? Vizet. Meleg tejet. Vodka van benne. Vodka van benne. Na jó, mert indulunk az IKEA-ba. Összekapcsolódtunk. Na jó, menjünk remekül teljesen. Elpújja a gyertyákat és lekapcsolja a lámpákat, hogy ne lássatok, és indulunk is. The next day. Na sziasztok, itt vagyunk másnap, ma vasárnap van, és már délután, bőven délután. Tegnap nagyon későn értünk haza, és annyira rá voltam pörögve, hogy még tegnap este összerakjam az asztalt, hogy teljesen elfelejtettem, hogy én egyébként vlogoltam egészen addig. Úgyhogy nyilván onnan nincsen semmi felvételem, viszont most meg fogom nektek mutatni, hogy hogy néz ki összeszerelve az asztalt. És Bence bement városba, West Endbe van, azt hiszem Patrikkal, az biztos. Én takarítottam egyet, ilyen tipikus hétvégi béna takarítás. Semmi izgi nem volt benne, úgyhogy onnan sincs felvételem. Bár szerintem ezt azért annyira nem sajnáljátok, mert a takarítás az nem a legizgibb dolog. Közben természetesen mosok is. Jaj, Istenem! Nem is tudom, valahogy így dél környékén ittam egy smoothie-t, és most már lassan kezdem érezni, hogy éhes vagyok. Viszont muszáj most ennem, mert utána megyünk edzeni is, szerintem oda is fogtok jönni. Úgyhogy gyorsan csinálunk egy kaját, csak előtte megmutatom az asztalt. És este lesz egy nagy hajmosás, ami iszonyatosan rám fér. Önbarnítózás és minden ilyen dolog, amit vasárnap szoktam csinálni. Szoktunk, mert Bence is önbarnítózik. És igyekszek még a mai napon sokat videóhozni, hogy élvezhető legyen ez a videó, és tényleg tartalmas is. Úgyhogy szerintem gyorsan kezdjük is el, és nézzük meg, hogy hogy néz ki az asztal. Tehát ez lett a vége a kis szerelésnek, és nincsen még elrendezgetve minden, közel sem, tehát ezek csak így ide vannak rakva, hogy legyenek valahol. Te jó ég, azt ne is nézzétek, hogy abban milyen kupi van. Ne nézzétek, de nyilván megmutatom. Tehát van ez a fixáló porom, amit egyébként imádok, de lehetetlen benne tartani ebbe a kis tégelybe, tehát hogyha rá van rakva, és egy picit félre mozdul, akkor is itt a szélén iszonyatosan undorítóan kifolyik minden, úgyhogy beleraktam ebbe, hogy ne szóródjon mindenhova. Ez meg egy beauty blender, ami olyan koszos, mint az állat, úgyhogy azt is kimossuk.
És a lényeg egyébként, hogy nem szeretnék túl sokat megmutatni ebből, mert tervezek egy ilyen kis vanity tourt nektek, de úgy néz ki, itt még a maradványok. Van itt mind a két oldalán két ilyen kis kihúzhatós fiókocska, és van két fiók itt is. És ahogy látjátok, ide már be is raktam egyébként a kis noteszeimet, vagy nem is tudom, hogy minek hívjam, ilyen tervező. Ezt kiviszem magammal, és amíg kajálok, addig megcsinálom a jövő heti terveket. Ez a szikretes füzetem, ebbe szoktam írkálni a dolgokat, ez meg a kedvenc tollam. Ide raktam egyébként pár szál ilyen kis nagyon babarózsát. Lehetne szebb vázám is, mint egy nagy pohár, de azért cuki. Idén eldöntöttem, hogy hát nem ilyen újévi fogadalom, de valamilyen szinten az, hogy szeretném nagyon megtervezni és lekövetni a mindennapjaimat. Tehát van ez a kis tervező noteszkém, és szeretem abba leírni a dolgokat, hogy mik azok, amiket jövő héten el szeretnék intézni, milyen céljaim vannak, tehát ez most ne ilyen nagy dolgokra gondoljatok, de valami olyasmi. Mik a legfontosabb feladatok, meg ilyen dolgokat, és ezt mindig vasárnap csinálom meg. Vasárnap van egy ilyen fél óra, ami teljesen rá van számva arra, hogy a jövő hétre előkészüljek mentálisan és fizikailag is. És általában ezt úgy szoktam csinálni, hogy közben YouTube-on nézegetek videókat, nagyon szeretek felzárkózni a külföldiekkel, hogy mik a trendek, kis inspirációt keresgélek, úgyhogy ez most fog megtörténni, amíg Bencéjék hazaérnek, jön Patrik is, azt hiszem. Ezen kívül pedig még egy nagyon fontos dolog van, amivel idén kicsit komolyabban szeretnék foglalkozni, az nem más, mint a pénzügyek, és habár a drága édesanyukám nagyon régóta mondja, hogy írjad, hogy mire költesz, hogy mennyit keresel, meg nem tudom én micsoda, de tudjátok, mindig így elkezdtem papírra írogatni, és aztán vagy elveszett, vagy át kellett firkálni, és akkor már nem tetszett, és nem is csináltam tovább, meg nem tudom én micsoda. Úgyhogy most csináltam egy Excel táblázatot, képzeljétek el, és elkezdtem nagyon szigorúan írni és követni, hogy mi hogy történik, és ugye az Excelnek van egy olyan csodálatos előnye, hogy kiszámolja neked a dolgokat, és tudsz javítani benne anélkül, hogy nagyon firkás, és nem tudom én milyen lenne, úgyhogy ezt a részét ott követem, és amúgy iszonyatosan érdekes, úgyhogy tudom ajánlani nektek is, hogyha már saját keresetetek van, akkor ezt írkáljátok, mert érdekes. És most, hogy elmondtam, hogy mit fogok csinálni, szerintem csináljuk is meg, mert most már tényleg lassan kezdek éhes lenni, úgyhogy salátára fel! Elkészült a kajám, a fiúk hazaértek, ott van Patrik is. Hello. És mit akartam? Ja igen, hogyha szeretnétek, hogy legyen ilyen mit ettem egy nap, vagy mit ettem ma videó, akkor azt a komment részlegbe írjátok már meg nekem, hogy érdekel-e valakit. Téged érdekel? Uh-huh. Amúgy finom a főt, nagyon Rebecca. Ah, köszönöm. Úgyhogy, ja, kajáljunk. Elindultunk edzeni. Mindenki amúgy le van lassulva. Én is mondjuk, de igyekszem leplezni. 9 óra 10 perc van. Szóval én is néztem videókat, elintéztem a kis tervezésemet, meg minden ilyesmit, és végre elindultunk. Egy előnye van annak, hogyha ilyen későn jársz, totál üres a terem, főleg hétvégén. Úgyhogy menjünk, és mit csinálunk? Lábazunk, ugye? Tegnap lefutottam fél órát, akkor ciklisztünk fél órát, az betudható egy negyed lábedzésnek is, úgyhogy... De egy háromnegyed, akkor még hátra van. Aha, majd hol. Egy egész. Ej! Fel vagyunk pörögve. Ugye? Nagyon-nagyon. Egyébként a pulcsim hamarosan újra elérhető, úgyhogy... I kissed the girl, I liked it. Jó, mi az a felső? Figyeljétek a lamboxot, mert nem sokára újra kapható. 3 hours later. Remek minden, ha kérdeznétek, tök jól vagyunk! Ez bocsi. Életem legjobb napja. Komolyan mondom, tartani se tudom. Agya tart. Szóval... A hajammal ne foglalkozzatok. Először. Másodszor. Az edzés maga jó volt, de
annyira rosszul voltam, a fejem majd szétrobbant. Ebből adódóan nagyon nehéz volt mindent úgy megcsinálni, ahogy akartam. A végére olyan melegem lett a fejfájás miatt, meg úgy elkezdtem szédülni, hogy azt hittem, hogy vagy összeesek, vagy nem tudom mi lesz. Majd felmentem, hogy megmossam az arcom, és azzal a lendülettel, ahogy bele akartam pakolni a táskámba, a kamera repült egy lájtos 3 métert. Majd tudjátok, amikor a telefont felveszitek, hogy ugyanem, és meglátjátok, hogy ugye de. És összetörtem az egész kijelzőjét, de minden működik rajta egyébként, csak akkor is, na miért nem mehet minden olyan? De ettől függetlenül ki fogjuk cseréltetni, mert azt hiszem, hogy cserélhető. Úgyhogy rabogunk is be egy márkaboltba majd, szerintem a hét közepén, és kicseréltetjük, mert ugye én is szoktam vlogolni ezzel a kamerával, és amint látjátok, nem tudom mennyire látszik, de ott... Egyáltalán nem, de lefotóztam. Egyébként Rebeka lábozott. Lábaztam, alig tudtam lejönni a lépcsőn. A fiúk felsőtestre csináltak valamit. Yep! Tolóizmok! Oda nyomtuk. Mindegy, amúgy nagyon jó volt, és alig tudtam lejönni a lépcsőn, remegnek a lábaim össze-vissza. Csak ez nem kellett volna így a nap végére, úgyhogy én azt mondom, Bence, hogy induljunk el haza, vigyél engem haza, és egy nagyot fürödni akarok, meg hajat mosni, meg önbarnítózni, és akkor alvás. Akkor nem megyünk a Mekibe? Haha. The next day. Na sziasztok! Másnap reggel, azaz hétfő reggel vagyunk, azaz valószínű az nap, amikor látni fogjátok ezt a videót. Nem így terveztem, őszintén megmondom, de tegnap nagyon-nagyon kinyúltam, mire megfürödtem és megmostam a hajam, úgyhogy nem volt önbarnítózás, és a videó végét se tudtam felvenni. De a hajam meg van mosva, az arcom elő van készítve a sminkre, és most, hogy indulunk a fotózásra, fogok sminkelni. Ezt majd nem sokára megtudjátok, hogy milyen fotózás, de tök izgi. Szerintem egyébként nagyon fogtok neki örülni. Nagyjából ennyi, de hogyha elkészült a sminkem, akkor még beköszönök. Végeztünk a fotózással, még mindig a kis trónok harcás pizsimben. Itt van Patrik, csak nem látszik. Igen, szia! A képeket azt nem sokára fogjátok majd látni, tényleg nem sokára. Megpróbálok most már kicsit aktívabb lenni Instagramon is, viszont azt hiszem, hogy most már kezd egy kicsit túl hosszú lenni ez a videó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot. Azt tudják, hogy megkészültek képek, nem úgy? Nem. Akkor titok, akkor nem mondjuk el. Nem, mert ez ma kimegy. Hoppáré! Akkor készülünk valamivel, de nem mondjuk el, mivel. Így van, és hol tartottam? Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel mindenkire a kocsiból, mert mindenkinek van YouTube csatornája, megpróbálok mindent belinkelni, kövessetek minket Instán is, és kiégett fejemmel együtt még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!